Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket Isten tiszteletünkön, Isten tiszteleti alkalmunkon is. Hadd köszöntsem a gyülekezet közösségét Isten igéjével. Így szól hozzánk Isten igéje. Mi drága a te szereteted, Istenem, szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól is, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek, dicsőítsük és magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket énekünkkel. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 89. Zsoltárunknak az első versét. A 89. Zsoltárunknak első versét énekeljük Urunk dicsőítésére, nevének magasztalására. A 89. Zsoltárunknak az első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Elfoglalva folytassuk a mi Urunk dicsőítését énekünkkel. Énekeljük a 419. dicséretünknek a verseit. A 419. dicséretünknek mind az öt versét énekeljük. A 419. dicséretünknek első verse így kezdődik: ó Sion, ébredj, törzs be küldetésed. Thank you.
hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Isten igének üzenetét, kijelentését, mely igeversek által, igeverseken keresztül ma mi Urunk meg akar szólítani bennünket, üzenete, mondani valója van mindannyiunk számára. Írva találhatóak ezek az igeversek az Ézsaiás próféta könyve 40. részében, a 40. résznek az első 11 versében. A megnevezett helyről az Ézsaiás próféta könyve 40. részéből, az első 11 versből így szól hozzánk az élőisten ígéje. Örömhír a fogságban. Vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága. Megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiállt, építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól, kiálts. Én kérdeztem, mit kiáltsak. Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony, csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak. Kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr, jön hatalommal, kardja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját. Karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeliden terelgeti. Kegyelem Istene, tegye áldotta az ő ígéjét, hogy Krisztus beszéde lakozék közöttünk gazdagon, sok gyümölcsöt teremve az ő dicsőségére. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, hálatelt szívvel borulunk le előtted, és köszönjük meg neked ezt a mai napot, a nyugalom napját, melyet elkészítettél számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy előtted lehetünk, hogy színed elé járulhattunk. Köszönjük, Urunk, hogy a szélsőséges időjárási viszonyok ellenére adtál vágyat, indítatást a szívünkbe, hogy eljöjjünk a te házadba, mert szükségünk van arra, hogy tanácsolj, hogy vezess, hogy megfegy, hogy megfenyíts. Szükségünk van arra, hogy ígédet szívünkre helyezd. Így kérünk, Urunk, hogy légy itt velünk, áld meg Isten tiszteletünket. Köszönjük, hogy ismersz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy előtted van egész életünk, minden percünk és pillanatunk. Te előtted vannak az események, amelyek velünk történtek az elmúlt héten, az elmúlt hét során. És köszönjük, Urunk, hogy örömeinket, derűs perceinket, pillanatainkat, terheinket, gondjainkat most oda tehetjük a te lábaidhoz, oda tehetjük a te keresztedhez, és kérhetünk téged, hogy Urunk,
Jöjj segítségünkre, Urunk, emelj föl bennünket, Urunk, segíts. Így áld meg, Uram, szolgálatom, bizonyságtételem, és áld meg az igének a hallgatóit is, hogy igéd áldott üzenete hiába ne szóljon ma közöttünk. Így kérünk, légy itt velünk lelked, ígéd és ígéreted által. Kegyelmedért kérünk. Amen. Ige hirdetésre készülve, készítsük a mi szívünket, énekeljük a 354. dicséretünket. A 354. dicséretünk éneklésével készüljünk az ige hirdetésére. 354. dicséretünk így kezdődik, megáll az Istennek égéje. Versek, melyeknek alapján Isten szent lelke segítségével ma Isten tiszteleti alkalmunkon az ő megtartó kegyelméről, szeretetéről szeretnék bizonyságot tenni közöttetek. Írva találhatóak ezek az igeversek a mai napra kijelölt újszövetségi ige szakaszunkban, bibliovasó kalózunk szerint, a János írása szerint evangélium első részének 19. versétől a 29. versig terjedő szakaszban. Fölolvasom előttetek, hallgassátok figyelmesen, és keresztényekhez illő lelki alázattal. A már megnevezett helyről a János írása szerint evangélium első részének 19. versétől a 29. versig terjedő szakaszból így szól hozzánk az élő Isten igéje. Keresztelő János bizonyságtétele. Ez János bizonyságtétele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te. Akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te, de kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak. Mit mondasz magadról? Erről így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek. Aki utánam jön, és akinek sarúja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Eddig tartanak a felolvasott igeversek, a gyülekezet közössége helyet foglalhat.
Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet! Az elmúlt héten, ahogyan találkoztunk és találkozhattunk egymással, a mindennapi beszédünkben felmerül mindig az örök jellegű probléma, a változás. Elmondjuk azt, hogy mennyit változott ez a világ. Elmondjuk azt, hogy a világban mennyit változott az ember. Már nem olyan, mint régen volt, mondjuk és mondják az emberek. Már nincs ideje, nem tud a másik irányában szeretettel lenni. Önzővé vált, rohan, mindig az időre és az idejére hivatkozik, már a gyermekeire, a szeretteire sincs ideje, mindig fut, és nincs ideje megállni vagy elcsendesedni. Így vannak ezzel ma is, akik ez alatt az óra alatt is futnak, mert nincs idejük elcsendesedni, nincs idejük az Isten előtt megállni. És aztán csak a panasz árad az életükből, hogy ez sem jó, és az sem jó. De hogyan is várhatnak valami jót, ha nincs ott az Isten, és nincs ott az ő áldása az életükben és az életükön. Egy ilyen változó világban élünk, minden változik, mondják az emberek. Én ma keresztény testvérém mégis ezen a mai istentiszteleti alkalmunkon arról a szerető úrról szeretnék bizonyságot tenni a kedves testvérek előtt, aki nem változik. Aki ugyanaz. Ugyanaz marad. Akiről így olvasunk a zsidóbeliekhez írott levélben, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Ő nem változik. Ő ugyanazzal a szeretettel hajol le ma is hozzám és hozzád. Ugyanazzal a szeretettel vár, hogy hozzájöjj, és hozzátérjenek azok, akik most még távol vannak tőle. Ő neki mindig van ideje, ő nem siet, és sohasem hivatkozik arra, hogy meghallgatnálok feltételes módban, de sajnos nincs időm. Neki mindig van ideje rám, és mindig van ideje rád. Erről a szerető úrról tett bizonyságot keresztelő János is. Róla szól az ő bizonyságtétele, amely bizonyságtételt ma hallhattuk. Bibliaolvasó kalózunk szerint a mai napra kijelölt szakaszból. Ez a szakasz ezzel a címmel kezdődik, keresztelő János bizonyságtétele. És azt hiszem, ez a szó ismert előttünk, hogy bizonyságtétel, hiszen hallottunk már bizonyságot tenni embereket, testvéreket. Akár egy evangelizációs héten, egy csendes napon, vagy családi napon. És amikor valaki kiáll és elmondja a bizonyságtételt, ez a bizonyságtétel nem róla szól, hanem arra mutat, akinek köszönhet mindent. Köszönheti azt, hogy felemelte az Úr a bűn mélységéből és szennyéből. Köszönheti azt, hogy mássá lett az élete. Köszönheti azt, hogy értelmet és célt kapott a céltalan élete. Mindent neki köszönhet. János nagyon őszintén vall az ő bizonyságtételében két fontos dologról. Először is arról, hogy nem ő a Krisztus.
Ő nem akar nagy lenni. Ő arra mutat, aki minden hatalom. És elmondja, hogy ő csak előfutár. Aki utat készít, akit az Úr azért küldött el, és azzal bízott meg, hogy elkészítse az utat annak, aki utána jön, aki nagyobb és hatalmasabb, mint ő. Ő a nagyobb, a legnagyobb, mondja János. Másodszor pedig rámutat Jézusra. Rámutat úgy erre a hatalmas Úrra, mint aki olyan hatalmas, hogy sarulja szíját sem méltó, hogy megoldja. János elmondja, hogy milyen kicsi vagyok én hozzá képest. Arra sem vagyok méltó, hogy megoldjam az ő sarujának a szíját. Rámutat Jézusra úgy, mint megváltóra. Rátekintsetek, ránézzetek. Ő az, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, aki elveszi az én bűnömet és a te bűnödet. Nézzük meg így János bizonyságtételét, e két pont szerint. János bizonyságtétele első részében láthatjuk azt, hogy emberek jönnek Jánoshoz. Ez nem ismeretlen előttünk. Lukács evangélista a harmadik részben beszél arról, hogy János ott van a pusztában, a Jordán mellett, és hirdeti a megtérésnek az evangéliumát. Megtérésre szólítja az embereket. És az emberek meghallják a kiáltó szót, és jönnek Jánoshoz. Jönnek hozzá, és azt kérdezik, hogy mit tegyünk, mit cselekedjünk, mit kell tennünk, hogy életünk, örök életünk legyen. Keresztelő János nem finomkodik, hanem határozottan elmondja azt, amit az Isten szívére helyezett. Ezek az emberek is, akik Jeruzsálemből érkeztek, Jánoshoz jönnek. De ők egészen más jellegű kérdéssel. Egészen más szándékkal jönnek. Lehet így kifejteni és kifejezni, jönnek úgy, mint valami bizottság. Akik megkérdezik ettől az embertől, hogy ki vagy te. Mert a megbízóink, akik ide küldtek bennünket, tudni szeretnék, hogy ki vagy te és mit akarsz. És így kérdezik, így hallgatják, vagy így akarják kihallgatni Jánost. Mondd meg, ki vagy te? És keresztelő János ezt válaszolja, én nem a Krisztus vagyok. És ezzel kifejezi azt, és rámutat arra, hogy én előtte küldettem. És ezzel, hogy így vallott is ezt a kijelentést tette, ezzel keresztelő János kiáll Jézus mellett, odaáll mellé, vall és nem tagad, és azt mondja, hogy ő a nagy. Én kicsiny vagyok. Bátran kiáll, és vallást tesz Jézus mellett. Bizonyságot tesz Krisztusról. Ki vagy te, kérdezik tovább, mert nekik tudni kell azt, hogy mégis ki vagy te. És elmondják ezek az emberek, mégis közöld már velünk, hogy ki vagy, mert a megbízóinknak nekünk választ kell vinni, jelentést kell adni. Mondd már meg, hogy ki vagy te. És a válaszban János nagyon szépen megfogalmazza azt, hogy én nem vagyok más,
mint kiáltó hang, vagy kiáltó szó a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak. Én ez vagyok. És én nem vagyok több, és nem akarok több lenni. Kiáltó szó és kiáltó hang vagyok a pusztában. Elmondja azt, amit Ézsaiás is mondott, amit fölolvastam az Ézsaiás próféta könyvéből. Kiáltó szó és kiáltó hang vagyok. Miért mondja ezt János? Azért, mert előtte hosszú ideig nincs prófétai szó, nincs üzenet, nincs kijelentés. Így is lehetne mondani, hogy hallgat az Isten, mert a nép elfordult tőle. És amikor hallgat az Isten, ez nagyon nehéz időszak egy népnek, vagy egy nemzetnek az életében. Nagyon nehéz időszak, amikor nincs üzenet, amikor hallgat az Isten. És amikor keresztelő János megjelenik, akkor újra van kijelentés, újra van üzenet. Szól az Isten. Azelőtt is folyt Jeruzsálembe a liturgia, áldozatot, véres áldozatot mutattak be, és az Isten azt mondja az ő népének, hogy én engedelmességet kérek, és engedelmességet várok tőletek. Folyt a liturgia, törvény előírt rendje szerint jöttek a családok, feljöttek a családok. Áldozatot mutattak be, de nem volt üzenet. Hazamentek, és semmit nem vittek haza magukkal. És eljön keresztelő János, és újra van üzenet. Szól az Isten, van kijelentés. És János hirdeti a Jordánnál, hogy térjetek meg, elközelített az Isten országa. Föltevődik itt egy nagyon fontos kérdés. Kedves testvérem, kedves testvéreim, a ti számotokra mi, illetve ki a legfontosabb? Ki a legfontosabb és ki a legdrágább? Ma fontos-e az Isten üzenete? Kell-e üzenet? Tudsz azzal a vágyjal jönni az Úr elé, hogy neked fontos az, amit az Isten mond? Kell-e az Isten üzenete? Fontos-e az Isten üzenete számodra? Fontos-e az, hogy mit mond az Isten, és mit üzen az Isten személyesen neked? Neked is nekem. Kell-e ma ez az üzenet a 21. század emberének? Vagy ma már mással van elfoglalva az ember. Nagyon fontos ez a kérdés, mert az életed az örök életed függ ettől. Hogy hogyan zárod szívedbe, hogyan hallgatod, és mi a válaszod? Mi a válaszod erre az üzenetre? János azt mondja, én nem akarok más lenni, csak kiáltó szó. Miért fontos a kiáltó szó a világban? Miért volt fontos akkor, abban az időben is ma, a 21. században, a mindennapi életünkben, miért fontos a kiáltó szó? Azért fontos, hogy hallják meg az emberek, hogy figyeljenek rá. Mert más kiáltás és más hang is van ebben a világban. Ott van a gonosznak a kiáltása, a hangja, amellyel azt mondja
az emberek felé, és azt üzeni az emberek felé, hogy nincs semmi baj. Minden rendben van. Te nagyon jó ember vagy. Rajtad kívül annyi rossz ember van ebben a világban, de nyugodj meg, minden rendben van. És a biztos halálba belealtatja az embereket. És sokan hisznek neki, hogy minden rendben van. Ők nagyon jó, szinte tökéletes emberek. Nekik nincs szükségük az Istenre. Sem az egyházra, sem az igére. Nekik nem fontos az, hogy mit üzen az Isten, nekik nem kell a Szentírás, a Biblia. El vannak foglalva a maguk kis dolgaival. Élik az életüket. Majd csak lesz valahogy. Ezt hangoztatják. Azt mondják, ők tudnak az Istenről, tudják, hogy van, létezik. És többet nem is akarnak. Ez a hang is ott van a világban. De ott van az Isten kiáltó hangja. Ott van az ő figyelmeztető igéje. A kiáltó szó, hogy vigyázz, ahogyan keresztelő János is bele kiáltott az ő világába, vigyázzatok, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Ha nem teremtek, és nem termitek a megtérésnek a gyümölcsét, ha életetek nem gyümölcstermő, elvesztek. A fejsze már ott van a fáknak a gyökerén. És kivágatik minden fa, amely nem terem gyümölcsöt. Figyelmeztet. És vannak, akik komolyan veszik a figyelmeztető szót, és megkérdezik, akkor mit tegyünk? És a választ érjetek meg. És aki az Úrhoz fordul, és aki megtér, az átéli azt, hogy mibe éltem, és mitől fosztott meg engem a bűn, a gonosz, és az Úrban mit kapok. És János az ő bizonyságtételével rámutat a második pontban, láthatjuk azt, hogy rámutat arra, akivel találkozik, aki előtt elküldetett, rámutat, és bizonyságul hirdeti mindenki számára, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. És ma nekünk e bűnnel telt világban, kiáltó szóként, hívő emberekként, nekünk is ezt kell hirdetni, és így kell hirdetni. A családunkban, a környezetünkben. Rámutatva, íme az Isten báránya, aki elvette az én bűnömet. Egy személyes bizonyságtétellel. Hordozza a világ bűnét, és egy személyes bizonyságtétellel elvette az én bűnömet. Megváltott és megszabadított. És én azért lehetek ma boldog, én azért tehetek ma bizonyságot erről a szószékről, az Isten szabadító kegyelméről, mert megváltott, elvette bűnömet, megtisztított. És azt mondta, vidd az örömhírt és hirdesd az evangéliumot. Róla tehetünk bizonyságot. Lelkipásztorokként, presbiterekként, gyülekezeti tagokként, fiatalokként, mindannyian róla tehetünk bizonyságot. Szeret az Úr. Megváltott, megszabadított, nem kell elvesznem. Céltalan életem célt kapott. Az Úr irányt mutatott. Azt mondta, jöjj, kövess engem. És ráfigyelve, mehetek és haladhatok, tudva azt, hogy hozzátartozok. És ahol ő van, ott leszek én is.
Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ima az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Keresztelő János bizonyságot tett az Isten bárányáról, bizonyságot tett Krisztusról. Én is azt kívánom, hogy ilyen bizonyságtévi és bizonysághordozó életet éljünk. Világosság fiaiként ragyogjunk ebben a sötét világban. És életünknek legyen a bizonyságtétele az, hogy íme az Isten báránya. Íme az én szabadító Krisztusom, aki megváltott, megszabadított. Akitől életet, örök életet kaptam. Neki köszönök és köszönhetek mindent. Övé az életem. Ebben áldjon és erősítsen meg bennünket az Úr, hogy a zajos világban, a hétköznapokban így tudjunk mi is kiáltani, és így tudjuk mi is hirdetni. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára énekünkkel. Énekeljük a 84. Zsoltárunknak a 6. versét. A 84. Zsoltárunknak 6. versét énekeljük. A 6. vers így kezdődik. Mert minékünk, fényes napunk az Isten és mi pajzsunk. Jöjjetek, keresztény testvéreim, imádkozzunk! Urunk, szeretnénk neked megköszönni, hogy ma is szóltál hozzánk. Hangozhatott közöttünk igét kijelentő szava, örömüzenete. Köszönjük, Urunk, hogy megérthettük, mit tettél te, és mit akarsz tenni az életünkkel és az életünkben. Köszönjük neked Keresztelő János bizonyságtételét, és köszönjük, hogy mi is, akik megismerhettünk téged. Mi tudjuk azt, és elmondhatjuk azt, hogy mit tettél velünk. A mi életünkből is elhangozhat a bizonyságtétel. Hogy nem kell a bűn rabságában élnünk, hanem benned szabadok lehetünk. Mert megszabadítottál, megváltottál.
így hozzuk eléd gyülekezetünk közösségét. És imádkozunk minden gyülekezeti tagért, és minden gyülekezetért, bárhol legyenek is ilyenek ebben a világban. Eléd hozzuk a gyászolókat, akik a gyászterhét hordozzák. Kérünk, Urunk, te légy az ő vigaszuk és vigasztaló Uruk. Erősítsd meg őket. Eléd hozzuk a betegeket, akik a betegség terhét hordozzák. Otthon vagy kórházi ágyon fekszenek, műtét előtt vagy után vannak, vagy elérkezhettek a lábadozás idejéhez és időszakához. Urunk, ezek az emberek, ha tudják átélni azt, hogy mit jelent a tégét kijelentő szava, ami elhangzik igédből, hogy én az Úr vagyok a te gyógyítód. Eléd hozzuk az özvegyeket és árvákat, akik reménységüket és bizodalmukat benned vetik. Imádkozunk magyar népünkért és nemzetünkért. Te látod azt, hogy mennyi minden ért bennünket. Továbbra is benned bízunk, reát hagyatkozunk. Te légy velünk. Te légy népünkkel, te légy nemzetünkkel. Imádkozunk ezért az országért, amelyben élünk. Te légy vezetőivel. Te vezesd és te tanácsold őket. Add, hogy rád figyeljenek. Akaratod szerint éljenek. Imádkozunk református anyaszentegyházunkért. Az egyházunkban folyó szolgálatokért, munkáért. Kérünk, Urunk, add áldásodat azokra. Eléd hozzuk a szórványban élő testvéreinket. Bárhol legyenek és éljenek a nagyvilágban. Áld meg őket, hadd érezzék azt, hogy imádkozó szívvel hordozzuk őket. És imádságunkban az Úr kegyelmére bízzuk az ő életüket, közösségüknek az életét. A te áldásodat kérjük a mai napunkra, és a ránk következő hetünkre is. Oltalmazz bennünket, Urunk, bajtól, veszélytől, természeti csapástól, és akiket természeti csapásért imádkozunk azért, hogy ne megkeményedjen a szívük, hanem hadd tudjanak, Urunk, hozzád jönni, hadd tudjanak téged keresni, és hadd tudják megérteni azt, hogy a te oltalmadba tudnak biztonságban élni. Így kérünk, Úr Jézus Krisztusunk, aki drága véred által megváltottad életünket, és aki így tanítottál minket imádkozni, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nemed. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert itt az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva énekeljük el hitvalló énekünknek az első versét. Hitvalló énekünknek első versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Mindig velem, Uram, mindig velem. Thank you.
Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. A gyülekezet közössége helyet foglalva, hallgassa meg a hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem a kedves testvéreknek, Isten életünket megtartja, akkor a ránk következő héten szeretettel hívom és várom az alkalmakra és alkalmainkra a kedves testvéreket. Így szeretném hirdetni, hogy a ránk következő héten a Biblia óra és ima közösségünk alkalma kedden délután 5 órai kezdettel veszi kezdetét. Szeretettel várom erre az alkalomra a kedves testvéreket. A hétközi istentiszteleti alkalmunkra is szeretettel hívogatom a gyülekezet tagjait. Szerdán délután 5 órai kezdettel veszi kezdetét a hétközi istentiszteleti alkalmunk. Erre is nagy-nagy szeretettel hívom és hívogatom a kedves testvéreket. A hittanús és konfirmandus gyermekeknek, fiataloknak hirdetni szeretném, hogy a ránk következő héten a hittani és konfirmandus órák a megszokott napokon rendben és időpontokban meg lesznek tartva. A fiataloknak hirdetem az ifjúsági alkalmát, szombaton délután 2 órai kezdettel veszi kezdetét, szeretettel várom és várjuk őket erre az alkalomra. És mához egy hétre a vasárnap istentiszteleti alkalmunk a már megszokott időben és rendszerint vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel veszi kezdetét. Az istentisztelettel párhuzamosan a ránk következő héten gyermekistentiszteletre fog sor kerülni. Buzítom a szülőket, nagyszülőket, hozzák a gyermekeket, unokákat, ha tudjanak ők is ige közelben lenni. Továbbá hirdetni szeretném még, hogy hordozzák imádságban a kedves testvérek a Csongori Misszió Gyógyító hetének az alkalmait még a ránk következő héten. Ahogyan az elmúlt vasárnap hirdettük már, az elmúlt héten már elkezdődött a Misszió Gyógyító hete. Hordozzuk imádságunkban ezt az időszakot, hogy akik elmennek, ha tudjanak az Úrban szabadokként hazamenni szeretteikhez, és az Úr tegye áldottá az ő életüket. A presbiter és a férfi testvérek számára hirdetném a január 22-től 25-ig tartó csendes hetünket, amely Tiszaújlakon lenne, hát a presbiteri és férfi csendes hétnek az alkalmai január 22-től 25-ig fognak tartani Tiszaújlakon. Imádkozó szívvel készüljünk erre a hétre, és ezekre az alkalmakra. Kettől péntekig fog tartani a csendes hét, és 9:30-től 10 óráig lesz egy áhítat, 10 órától 11 óráig egy előadás fog elhangzani, 11 órától 12 óráig teaszünet lesz, aztán 12 órától délután 1 óráig lesz egy fórum, amelyen megbeszéljük a hallottakat, ami az előadásban elhangzott, és 1 órától 2 óráig pedig evangelizációs alkalmakra várjuk a férfiakat és a presbiter testvéreket, hordozzuk imádságunkban ezt az alkalmat is, hogy az Úr készítse el mindannyiunk számára, és adjon vágyat a szívünkbe, hogy részt vegyünk. Hálás a szívem Istennek, hogy együtt lehettünk Isten tiszteleti alkalmunkon. Az Úr áldja meg a kedves testvéreknek az életét, és adjon áldott hetet mindannyiunk számára, akik részei lehettünk és itt lehettünk az Isten tiszteleten, vagy aki késő felvételről figyelemmel kísérik ezt az alkalmat, az Úr tegye áldottá az életüket, és tegye áldottá családjuknak az életét, hogy többen és többen megismerjük őt, az ő szabadító kegyelmét és szeretetét.
énekeljük Isten tiszteletünk végén záró énekünket, a 473. dicséretünket énekeljük Isten tiszteletünk végén záró énekül, a 473. dicséretünket énekeljük Isten tiszteletünk végén záró énekül, a 473. dicséretünknek mindhárom versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz.